Listen, Nazan, if you were figyelj, the fire you are, you'd admit you never expected that wreck to get here. Tudod, hogy miért jöttünk ide? Fölbérelted minket, hogy végezzünk el egy munkát, megcsináltuk. Úgyhogy ne játszik nekünk a beteget, jó? Mit mondott? He said you owe us 250 azt mondta, hogy fejenként 250-nel tartozol nekünk. Papa, gyerünk már! Így van, fizessél! Menjetek! Nem bírom tovább. It doesn't cost anything to write a check. Oh, no. Nem kerülne nagy fáradtságba cseket adni. You will take a check? Cseket is elfogadtok? Yeah. Igen? All right. Rendben. Fine. I want cash. Én készpénzt akarok. You don't fuck it over. És hogyha nem fizetsz... Ah, Ingrid! De figyelj, Nazim, ha nem lennél egy hazugdisznó, akkor bevallanád, hogy te sem hitted, hogy az a trakas ide fog érni. Megbíztál minket egy munkával, mi betartottuk a szavunkat, úgyhogy ne jajgass annyit, inkább te is tartsd be a tiédet. Mit is mondott? Azt mondta, hogy fejenként 250-nel tartozol nekünk. Fizest ki őket, papa, gyerünk! Igen, Nazim, fizes. Mert is, nincs már tiszteleteden a rohadt világban. Nem kerül semmibe, hogy írj egy csekket. Ajjajjajjaj. Elfogadtok csekket? Igen? Na jó. Hé! Hey! Én készpénzt akarok, és azonnal nem pekálok ki. Ide figyelj, Nazan, ha nem volnál ilyen simlis, bevallanád, hogy nem is hitted, hogy elhozzuk azt a roncsot. Felfogadtál minket a munkára, és mi elvégeztük, úgyhogy hagyd abba, ezt fizess ki bennünket. Mi a? Azt mondja, hogy jössz fejenként 250-nel. Ugyan, papa, fizes nekik. Mibe kerül kitölteni egy csekket? Csekket elfogadtok? Egye fene. Rendben van. Dehogy van. Nekem készpénz kell, és ha nem perkálod le.